Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha ma velem tartanak az aszcendensben, akkor megtudhatják, milyen decemberi szokások vannak, amikre érdemes odafigyelnünk, babonák és hiedelmek. Megtudhatjuk, hogyan tudunk a leggyorsabban nyelvet tanulni. Praktikus szépségápolási tanácsokat is kapunk, kiderül, hogy milyenek a nyilasok és a bakok, és megtudhatjuk, hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre. Tartsanak velem! Rendszeres nézőinknek nem fog meglepetést okozni, hogy felelevenítjük a régi népszokásokat, babonákat, hiedelmeket. Ezekről beszélgetünk most dr. Pál Istvánnal, a Múzeumfalu igazgatójával. December szokásokban igen bő időszaka az évnek. Mik a legfontosabb szokásaink? Az a legfontosabb a decemberben, hogy a parasztság ilyenkor ráért ünnepelni, és az a parasztember, akinek csak állatai voltak, és egyébként fölnöveléssel foglalkozott, semmi más dolgát nem érezte, csak az, hogy megeteste az állatokat, valamilyen olyan foglalatosságot csináljon, ami egyébként nyáron nem szokás, például fonjon kosarat, például vesszőből, nádból, sásból készítsen valamit, meg ünnepeljen. Na most ennek az ünnepnek az egyik legfontosabb, nem a legfontosabb, de az egyik legfontosabb vonulata a luccanapi készülődés. Luccát mindenki tudja, hogy mit jelent, bár senki nem tudja pontosan. Itt arról van szó, hogy főleg a katolikusoknál a templomban meg lehet látni, hogy ki a boszorkány, mégpedig úgy, hogyha előtte 13 napon keresztül, már pedig lucca az 13-án van, minden nap csinál valamit egy széken. 13 napig tart, egy szék elkészítése olyan, hogy nem szabad egyből befejezni, hanem akkorra készüljön el, amikorra itt van az éjféli mise, felveszi magához ezt a széket, elmegy a templomba, beáll az ajtó mellé, és rááll a székre, és látja, hogy kik azok a boszorkányok, akik ilyen félrehajtott fejjel mennek be a templomba, mert egyébként nem férnének be az ajtón, a szarvuktól természetesen, de ha a boszorkányok meglátják, már pedig meglátják, hogy valaki kireste a titkukat, szét akarják tépni, hogy el ne árulja, na most rohanni kell hazafelé, nem is haza, hanem az egy olyan keresztútig kell elmennie, ahol mindenféle boszorkányosságok történnek, de neki be kell állni a székével a keresztútra, kört kell húzni maga köré, és nem szabad semmitől sem megijednie, és nem szabad kilépnie ebből a körből. Hát tulajdonképpen ez a luca sztori, nem tudom hányan próbálták ki, nem tudom hányan mesélik, de majdnem mindenki így mondja el. Ha a lucát túléltük, kész a székünk, mik következnek, mi az, ami még fontos? Tulajdonképpen a karácsony, az a legfontosabb, egyik legfontosabb keresztény ünnep. Ilyenkor a család apraja nagyja nyüzsög, forog, morog, mert csinálja a karácsonyi vacsorát. Na most ez azt is jelenti, hogy akkor nem szabad dolgozni, az asszonyoknak pláne nem szabad semmi olyasmit csinálni, ami megzavarná ennek az ünnepnek a jelentőségét, mert akkor rontás esik rá, tehát nem sikerül neki úgysem a mosás, úgysem az ételkészítés, mint egyébként. Tehát ezt úgy lehet csak kiküszöbölni, hogy akkor csak az ételt csinálják. A karácsony egyébként azt mondják, hogy a szeretet ünnepe, a család ünnepe, úgy kell megünnepelni, hogy az ott ne érintse az embereket ez az egyébként komolynak nevezhető sztori sorozat. Tehát leülnek szépen, az asszony elkészítette a vacsorát, elkészítette az ebédet, imádkoznak. Természetesen az asszony nem ül az asztal mellé, mert az asszonynak nincsen az asztal mellett helye, hanem egyébként úgy készüljenek föl a vacsorára, és hogy azt a család minden tagja másként élje meg, tehát hogy az apa az asztalnál imádkozik egyet, természetesen a család ugyanúgy összerakja a kezét, elimádkozza, áldást kér a vacsorára, és ilyenkor ünnepi vacsora van. Tehát húsleves, meg kinél mi dukál, de általában karácsonyra összegyűjtik az erejüket, meg összegyűjtik azokat az ételeket, amit egyébként nem nagyon esznek az év más időszakában, de ilyenkor
kitesznek magukért, természetesen mindenki megeszi, megissza, ami kell neki. Az asztal alatt is szoktak teríteni az állatoknak egy kis szalmára, ez a karácsonyi asztalnak a része, egy kis szalmát raknak, egy kis ezt-azt az állatoknak, hogy nekik is jó következő évük legyen, és mindenki utána, ha megette, megitta a karácsonyi eledelét, italát, utána nyugóra térhet. Ha próbáltak már nyelvet tanulni, akkor tudják, hogy ez a világ egyik legfáradtságosabb, legveszültségesebb feladata. Eljutni az alapoktól egészen a középfokig, ez nagyon sok mindenki álma, hiszen a diplomának még mindig követelménye a nyelvvizsga. Na de találtam önöknek egy nagyon érdekes módszert, amivel le lehet rövidíteni ezt a folyamatot. Hogyan működik és mi is ez? A nyelvtanulás igen sok türelmet, kitartást, szorgalmat igényel. Sokszor már itt el is dől, mi lesz a végeredmény, hiszen a sok buktató könnyen elveheti kedvünk. Ha megnézzük, mit ígérnek a nyelviskolák, hogy mennyi idő alatt juthatunk a nulláról a középfokig, bizony széles a skála, hiszen a heti 2x45 perctől egészen a heti 25 óráig kínálnak oktatást, kinek-kinek szabad ideje és pénztárcája függvényében. De mit szólnának, ha azt mondanám, hogy mindez lehetséges nullától középfokig 80 óra alatt is? Amikor először hallottam erről, nagyon kíváncsi lettem, vajon hogyan működik, és egyáltalán működik? Tulajdonképpen mi most egy teljesen újfajta nyelvtanulási technológiáról beszélgetünk. Miben áll ez? Tulajdonképpen ez a nyelvtanulási technológia az egy magyar szabadalom, amit magyar agykutatók fejlesztettek ki, azért, hogy segítsék az idegen nyelvnek az elsajátítását. Ennek a technológiának a segítségével sokkal gyorsabban, hatékonyabban és tartósabb nyelvtudással lehet szert tenni. Igazából mitől más, mint egy bármilyen más nyelvtanulási módszer? Én azt szoktam mondani, hogy az iskolás nyelvtanuláshoz képes teljesen más. Én azt szoktam mondani, hogy úgy tudjuk tanítani a felnőtteket, mint ahogy a gyerek tanulja az anyanyelvét. Tulajdonképpen nyelvtani szabályok nélkül tanulnak meg nálunk a tanulók helyesen használni az idegen nyelvet, és nem csak hogy nyelvtani szabályok nélkül, hanem nagyon helyesen, és a mély memóriába rögzítve. Ugye ez a első hallása, nem sok mindent mond ez a mély memória, a rögzítés, de én azt szoktam mondani, hogy azokat a verseket, azokat a mondókákat, amiket gyerekkorunkban tanultunk, azt sose felejtjük el. Érdekes, hogy a hinta, palinta, régi duna, kiskatona, azt szinte mindenki ismeri, gyerekkorban találkoztunk vele, nem használtuk x éven keresztül, és tökéletesen megvan. Tulajdonképpen ennek a technológiának ez a nagyon fontos része, hogy a mély memóriába tanulunk, emiatt kapta meg a világszabadalmat. Azt tudom az önök tanítási módszeréről, hogy azt vállalják, hogy lényegesen kevesebb idő alatt juthat el az ember gyakorlatilag használható, tehát minden hétköznapi helyzetben használható nyelvtudáshoz. Tulajdonképpen ezt hogy sikerül megtenni? Milyen technikával dolgoznak? Oké, hogy mély memória, de hogy kerül oda? Tulajdonképpen három részből áll nálunk a tanulás, három fontos részből áll. Az első a gépi órának nevezzük ezt a tanulási technikát, ami során visszavisszük a felnőttet abba a fogékony állapotba, amiben a gyerekek vannak, és ott találkoztatjuk az idegen nyelvű mondatokkal, ott találkozik először az idegen nyelvű mondatok leírásával, és tulajdonképpen ebbe a visszavitt gyerekkorba hihetetlen jól rögzülnek azok az információk, amikkel itt találkozik. Tulajdonképpen ezzel kezdődik a tanulás nálunk, hogy visszavisszük abba a fogékony állapotba, amiben jó nyelvet tanulni. Tulajdonképpen ez a technológia erre lett kifejlesztve. Ez a kuriózum benne, mert emiatt kapta meg a világszabadalmat. Tehát, ha jól értem, akkor egy ellazult állapotban kap egy szemüveget a nyelvtanuló, ahol látja a különböző nyelvtani szerkezeteket, szavakat, mondatokat, és akkor ez így rögzül? Rájöttek az agykutatók arra,
hogy a gyerekek úgy tanulnak, hogy megszűnik körülöttük a tér és az idő. Ugye, amikor a gyerek belemerül a játékába, akkor nem veszi észre, hogy mi történik körülötte. Ugye ezért veszélyes ez az állapot, mert ugye utána tudnak menni az elpattant labda utána, akár az úttesten is. Lecsökken az információ, amivel akkor éppen foglalkozik a gyerek, és tulajdonképpen ezért rögzül nagyon mélyen amit csinál. Itt is ez a cél, hogy ebbe a fogékony állapotba visszakerüljön. Ugye ennek nagyon sok neve van, használják azt, hogy ellazult állapot, használják relaxált állapotnak is, használják alfa állapotnak is. A pszichológusok úgy nevezik ezt, hogy gyerekded állapot, ugye, és úgy határozzák meg, hogy a személyiségünk első 6 évében 70-80%-ban meg van határozva. Úgyhogy tulajdonképpen itt ide rögzülnek a viselkedési minták. Itt is az idegen nyelvnél ez a nagyon fontos, hogy ebbe rögzítsünk. Van egy nagyon érdekes kísérlet, hogy ugye az agyunk az kompletten fényképezi le a dolgokat, nem egyenként szavanként, hanem egybe szöveg összefüggésbe. Ezt mutassuk meg a kedves nézőknek is. Aki el tudta olvasni, az láthatja, amiről beszéltünk, hogy az agyunk összerakja a dolgokat. Ezért jó ugye ez a mondatokat tanulás. Mennyiben különbözik egy másik, korábban már országosan ismerté vált, szintén relaxált állapotot használó nyelviskolának a módszerétől? Már Lozanova az 50-es években nagyon komoly sikereket ért el azzal, hogy lecsendesítette a tanulóknak az agyműködését, és úgy találkoztatta az információval őket. A kuriózum, a különlegesség ebbe a technológiába pedig az, hogy ez nyitott szemmel történik. Tehát nincs olyan relaxációs technika, amivel nem azzal kezdődik, hogy csukjuk be a szemünket. Tulajdonképpen ennél a technológiánál az, ami a nagyon fontos, hogy nyitott szemmel érjen el ezt a nagyon fogékony állapotot, mert azt úgy mondja a narrátor, aki segíti a tanulót abba, hogy bekerüljön ebbe a fogékony állapotba, hogy szemünkkel balra nézünk az idegen nyelvű szövegre, nem olvasva rögzítünk, próbáljuk lefényképezni a látottakat, és összekapcsolni a kiejtéssel. Ugye meglepő, de úgy kell tanulni itt nálunk, hogy nem olvasva rögzítünk, fényképezzük. És amikor itt a próbaórán sok próbaórásnak megütötte a fülét, és nem nagyon tudott ezzel mit kezdeni, hogy nem olvasva rögzítünk, és tulajdonképpen nagyon nehéz volt elmagyarázni, hogy az agyunk képekbe dolgozik, és ezeket a képeket csak úgy tudjuk lefényképezni, úgy tudjuk berakni a mély memóriába, hogyha nem olvassuk el. Mert ha olvasunk, akkor nem tudunk ebbe a fogékony állapotba belekerülni. Tulajdonképpen ezért van az, hogy nem olvasva rögzítünk, és azért szoktam ezt mindenkinek megmutatni, mert ugye szent meggyőződésünk az, hogy betűket olvasunk, a szótagokat olvasunk. Ugye ott a képolvasással kapcsolatban a tanítók között is már kialakult az, hogy egyiknek sikerül, a másiknak nem sikerül. Tulajdonképpen aki már jól olvas, az mindenki képet olvas. Aki el tudja ezt a szöveget olvasni, az akkor mindenki képet olvas. Nem volt olyan tanulunk, aki ne olvasta volna el ezt a dolgot. És ez nem csak magyar nyelven működik így, hanem lefordítva az interneten megtaláltuk angolul is, németül is, és ott is azokat a szavakat, amiknek a képét ismerte aki olvasta, azt tökéletesen fel tudta idézni, hiába össze volt cserélve a betű. Tulajdonképpen minden nyelven így olvasunk, képeket olvasunk, és tulajdonképpen a gépi órának ez a nagyon fontos célja, hogy ezek a képek, amiket látott és úgymond hallott a tanuló, azok egyszerre rögzüljenek, és a mély memóriába. Én azt szoktam számítógépes példával élve mondani erről az óráról, hogy olyan, mintha az agynak arra a részére, ami nem törlődik, a mély memória részére hangfájlokat, képfájlokat mentenénk, és tulajdonképpen ez egy kitörölhetetlen információként benne lesz az agyunkba. Tulajdonképpen olyan szinten, mint a gyerekkorban megélt viselkedési minták, hogy nagyon nagy tudatosságot igényel egy szülőnek
az, hogyha valami esemény történik, leesik egy pohár, új helyzetbe kerül a gyerek, hogy ne úgy reagáljon, mint ahogy a szülei reagáltak, mert az automatikusan jön a mély memóriából. Tulajdonképpen ennek is ez a célja, hogy ne a rövid távú memóriába kerüljön, hanem a mély memóriába. Honnan tudtad, hogy van ez a nyelviskola? Láttam egy plakáton, és így érdeklődtem ezután. Most vagy itt először? Nem, már voltam próbaórán, kipróbáltam, és nagyon tetszett, nagyon jó volt, és úgy gondolom, hogy ezzel hatásosan lehet nyelvet tanulni. Mi tetszett benne a legjobban? Az egyik az, hogy nem kell otthon nagyon sokat tenni érte, a másik dolog az, hogy relaxálva tanulhatom az angolt. Nem alszol el közbe? Nem, volt olyan, amikor beleszundítottam, de olyan nagyon nincsen, hogy elalszik valaki. A tréneri részt is kipróbáltad már? Igen, kipróbáltam azt is. Az is nagyon tetszett, mert hogy a leckét folyamatosan ismételjük, a mondatokat átalakítjuk, meg tehát elolvassuk az egészet, a szavakat is újraolvassuk, magyarul, angolul, mindenhogy. Milyen sikerélményt hoz ez neked? Amint már relaxálva egyszer láttam szavakat, meg mondatokat, azok a tréning órán így visszajönnek nekem rögtön emlékezetből. Milyen szintet szeretnél elérni? Egy középszintet, a diplomához kell. Mit gondolsz, lesz hozzá elég kitartásod? Remélem, mert nem kell túl sok energiát belefektetni. Eddig ez a legkönnyebb nyelvtanulási módszer, amivel találkoztam. Itt egy lelkes hallgató volt, ő milyen szinten tart most? Nagyon örültünk neki, mert ő már tanulta az angolt, és egész jó szintet elsajátított, illetve azt tudom mondani, hogy a szintfelmérő nagyon ügyesen szerepel. Tehát azok az egyszerűbb szerkezetek, amikkel találkozott az iskolába, szépen megvannak. A feleségem azt mondta, hogy ez egy erős alapszint, ugye egy kicsit belelóg a középszintbe. Tulajdonképpen A2 és a B1-nek az alsó határa. Tulajdonképpen ahhoz képest, hogy hagyományosan tanulta, nagyon ügyesen összerakta a mondatokat, de ugye, mint ahogy a hagyományos nyelvtanulásnál szokott lenni, nyelvtani szabályok szerint próbálta összerakni a mondatot. Tulajdonképpen ahhoz képest nagyon ügyesen össze tudta rakni azokat a példamondatokat, amikre kíváncsiak voltunk, hogy mennyire van meg. Úgyhogy tulajdonképpen, akinek egy alapszintű nyelvismerete van, azoknak azt tudjuk mondani, hogy plusz 40 óra tanulás után ezzel a technológiával el fogja érni a középszintű nyelvtudás. Ha most a tanulónkat nézzük, most így egymás között vagyunk, elárulhatja, hogy ön mire számít, hogy körülbelül mikor tud ő nyelvvizsgázni menni? Ő neki egy 40 óra szükséges ahhoz, hogy a szóbeli nyelvvizsgarészt le tudja tenni, és tulajdonképpen én azt szoktam mondani, hogy meg fogjuk nézni, hogy mi az erőssége a nyelvtani dolgokból, és akkor nézzünk olyan nyelvvizsgatípust, ami legjobban illeszkedik az ő nyelvismeretéhez, és az írásbelire is természetesen felkészítjük. Amit tudok mondani, hogyha betartja a technológiai utasítást, akkor mindegy, hogy milyen típusú nyelvvizsgára fog elmenni szóbeli része, az meg lesz, mert nagyon jól fogja tudni használni a mondatokat, és tulajdonképpen mondatokba fog beszélni, és ez egy nagyon megnyerő dolog a vizsgáztató számára, a vizsgabizottság számára, hogy ügyesen használja az angol mondatokat. Tehát tulajdonképpen mondatokba fog beszélni, és a szóbeli része az biztos meg lesz, az írásbeli részénél meg én azt szoktam mondani, hogy testre fogjuk szabni a nyelvvizsga típust, ami az ő egyéniségéhez legjobban illeszkedik. Mazák Katalintól praktikus ötleteket kapunk a szilveszteri karácsonyi szépülődéshez. Mivel lepjük meg ma a hölgynézőket? Sminknek egy kiegészítő formájával, illetve a sminkkel önmagával, és hogyha valakinek nincs kedve akár ékszereket hordani, de mégis hiányzik valami az öltözethez egy kis plusz, akkor ahhoz ajánlok egy csillámtetoválást. Tehát gyakorlatilag ezt ékszer helyett alkalmanként használhatjuk. Akár lehet ékszer helyett is alkalmazni, mert önmagában is egy nagyon látványos történet, illetve ha valaki nem szereti a nagyon intenzív, erőteljes alkalmi sminkeket, de valami kis plusz mégis szeretne, egy-egy alkalom esetén alternatívaként kiegészítője lehet a sminknek. Azt mondtad, hogy tetoválás. Ez azt jelenti, hogy ez így örök időkre, vagy legalábbis jó pár évre megmarad?
Nem, ez egy alkalmi történet. Itt tulajdonképpen, ha jól tudunk vigyázni, és bizonyos óvintézkedéseket betartunk, abban az esetben egy 2 hétig szépen áll a bőrfelületen ez a tetoválás. Egy tetoválás ugye szúrásokkal jár. Hogyan zajlik ez, hogyha mégsem ilyen örök élet 2 napig fog tartani, akkor nem is kell hozzá szurkálás, vagy hogyan lesz ez a tetoválás? Inkább a formák miatt választották ezt az elnevezést neki, hogy tetoválás. Semmiféle tű, semmiféle szúrás nem éri a felületet. Annyiban hasonló az előkészülete, hogy itt is lefertőtlenítjük a bőrt, hogy zsírtalanítsuk a felületet, és ezt követően kerül fel a kívánt forma, tehát különösebb kézügyesség nélkül egy nagyon dekoratív, látványos formát tudunk feljuttatni a bőrre, és ahogy ez megtörtént, azt követően juttatjuk fel a ragasztóanyagot, ami kicsit hasonlít azokhoz a ragasztóanyagokhoz, mint amit a sminkesek, maszkmesterek használnak szakállak felragasztásához, vagy egyéb szőrzet felragasztásához, de nincs olyan erősségű, tehát ez későbbiek során az eltávolításnál azért fontos lehet, és ezt követően jön fel, vagy kenjük fel a kívánt, kiválasztott csillámszint, vagy színeket, mert hogy akár egy ilyen elmosott hatást is tudunk vele produkálni. És ezt követően vesszük le az alapmotívumot, a negatívot, és elkészültünk az egész tetoválásunkkal. Azt említetted, hogy ha megfelelően vigyáz rá a gazdája, és betart bizonyos óvintézkedéseket. Nos, mik ezek az óvintézkedések? Mire kell figyelni? Olajos anyagokkal, illetve alkohol tartalmazó anyagokkal nem célszerű rákenni, mert azok oldják ezt a ragasztóanyagot. Ezért azt szoktam javasolni a vendégeknek, hogy amennyire lehet, inkább minden kemikália kerülje azt a felületet, és így sokáig tudnak örülni a tetoválásoknak. Ami még nem túl nagy barátja ezeknek a tetoválásoknak, az uszodai erős klóros víz. Tehát ott, ha hosszan van áztatva, 2-3 órát, azért ez a ragasztóanyag kicsit megcsúszik olyan esetben. Előfordulhat-e, hogy mondjuk valaki allergiás lesz rá? Alapvetően hipoallergénre tervezték ezen ragasztóanyagot pont azért, hogy amennyire lehet elkerüljék ezt a problémakört. Praxisomban még szerencsére nem találkoztam olyannal, akinek ilyen problémája legyen. Arra az egyre a ragasztók esetében azért érdemes figyelni, hogy különféle összetételű ragasztók léteznek, és esetenként latexra érzékenyek, nézzék át, hogy nehogy olyan tartalmú ragasztót vegyenek, amiben ez található. Ha valaki mégis hamarabb szeretné eltávolítani, mint a 2 hét, mert mondjuk egy újat szeretne, akkor hogyan lehet ezt eltávolítani? Nyilván akkor alkoholtartalmakkal, de kell, hogy szakember, vagy magunknak is el tudjuk? Akár magunknak is el tudjuk távolítani. Van-e valami, amire külön figyelnünk kell, amikor ilyen tetoválást hordunk? Most nem arra gondolok, hogy feltétlenül a tartósága miatt. Igazándiból különösebb figyelmet nem igényel. Víz és dörzsáló ez a tetoválás. Ha már ilyen szépen felcsillámosodtunk, hogyan lett a modellünknek ilyen gyönyörű egybefüggő sminkje, és annyira egységes a szín, ezt hogyan lehet elérni? Egy újabb lehetőséggel a sminkelés területén, ezek az airbrush sminkanyagok, amelyek már egy teljesen más fedést biztosítanak, egy nagyon vékony fedés mellett, mégis nagyon tökéletes, egységes bőrfelszínt tudunk létrehozni, és minimális anyaggal nagyon szépen le tudunk fedni, akár értágulatokat is a bőrön, illetve apró bőrhibákat. Ön érdekes ez a készülék, engem ilyen az iparban használt különböző festékszórókra emlékeztet. Tulajdonképpen az is, a makettezésnél használják, ugye az iparban használt kompresszorok, amit használnak, mindig nagyobbak, nagyobb teljesítménnyel vannak. Nagyon sok területen használnak kompresszort. Például makettezésnél, például a köröm festésnél is most már, hajfestésnél is, és nálunk is. És ezt hogy van, hogy jön a vendég és azt mondja, hogy ilyen színt szeretnék, vagy azt mondod, hogy ez a színskála, ebből lehet választani? Egyrészt léteznek már előre gyárilag kikevert színek, de tökéletesen tudjuk a bőr adott színét
mert ugye ez általában napozással változik, illetve évszakonként is változik, vagy változhat, és így folyamatosan adott pontban a legtökéletesebb árnyalatot tudjuk kikavarni a vendégnek. Léteznek hideg tónusok és meleg tónusok, ezt mindig jelölik a festékeknél, és akár ezek vegyítésével is tudjuk létrehozni azt az árnyalatot, ami a legtökéletesebb eredményt hozza, és a természeteshez legközelebbít. Aki ilyen sminket szeretne, ilyen maradandó sminket, az mire számíthat, mennyi ideig lesz jó ez a smink? Ez a smink nagyon sok mindent kibír. Önmagában az alapsmink vonala is ennek a terméksornak egy hosszadalmas, akár 24 órába belenyúló lagzit is jól kibír, ami előnye és ami miatt nagyon szeretik a kölcsönzősök is, hogy végre nem hagynak nyomot az alapozók a ruhákon, nem kell emiatt bajlódniuk és aggódniuk, de nagyon jól tartanak ezek a sminknek, illetve létezik ennek egy alkoholos verziója, ami dörzs és vízálló is. Tehát azzal akár 24 óra felé is tudunk menni. Mivel smink, azért én kozmetikusként nem javasolnám azt, hogy nyugodtan aludjunk benne és mulassunk át még egy-két napot ezekkel a sminkekkel. Tehát én azt javaslom, hogy ugyanúgy, mint a hagyományos verziónál, ahogy véget ért az alkalom, vagy amikor már lefekvéshez készülődünk, ugyanúgy alaposan tisztítsuk le ezeket a sminkanyagokat is. Mivel tudjuk letisztítani, tehát a szokásos, megszokott szereinket használhatjuk, vagy van valami különös kitétel? A szokásos, megszokott sminklemosókat nyugodtan lehet alkalmazni hozzá. Arra kell készülni, hogy egy kicsit tovább fog tartani ez a műveletsor. A vízálló esetében én a két fázisú lemosót, ami vízolaj elegyét jelenti, szívesebben használom, mert könnyebben tudjuk leoldani. Na most azok figyeljenek, akik kíváncsiak arra, hogy milyenek a nyilasok és a bakok, illetve azok, akik tudni szeretnék, hogy mit ígérnek az elkövetkezendő hetekre a csillagok. Kos, sok emberrel találkozik majd az elkövetkezendő hetekben, akikkel korábban jó viszonyban volt. Ne csak nosztalgiázzanak, hanem frissítsék fel kapcsolatukat. Bika, nem túl sok energiát fordít mostanában régi álma megvalósítására. Higgy el, képes lenne elérni, csak foglalkozzon vele minden nap. Ikrek, a lelkesedését kellene kicsit jobban szinten tartani. Nagyon sokat számítana az az erő, amit így nyerhet. Rák. Sok olyan elképzelése van, amire mások rámosolyognak, rácsodálkoznak. De ön semmiképpen ne hagyja lebeszélni magát ezekről, igenis, öntől függ minden. Oroszlán. Túl gyors tempót diktál még saját magának is. Vigyázzon, ha két végén égeti a gyertyát, bizony hamar eléghet. Szűz. Vegyen részt társasági összejöveteleken, kapcsolódjon ki, nagyon megérdemli a relaxálást. Mérleg. Az ünnepi készülődés sok energiáját elveszi. Figyeljen rá, hogy hagyjon magának időt pihenni is, hogy valóban ünnep legyen az ünnep. Skorpió. Egy új fejezetbe kezdett. Sikerre tudja vinni még a lehetetlent is. Semminek ne engedje meg, hogy kedvét szegje. Nyilas. Sok terve azért nem valósult meg, mert még önmaga sem hitt bennük. Persze azért nem is tett értük. Fordítson az álláspontján, és álljon hozzá másképp. Bak. Sok fölösleges energiája van, és csapongó. Kapja össze magát, s lehetőleg erőre induljon el. Vízöntő. Ha boldog ünnepeket szeretne, akkor kevesebbet kritizálja környezetét, és ön is adjon magának lehetőséget a pihenésre. Halak. Sok régi emléke ellepi, és meg is lepi önt. Némi kellemetlenséggel számolnia kell, ha túlköltekezi magát. A nyilas nem véletlen, hogy a hagyomány szerint a magyar nemzet a nyilasok közé, nyilas jegyébe tartozik, ugye ez a sírva vigadás. A nyilas egy könnyed, vidám, de nagyon érdeklődő, nagyon okos típus. Imád utazni, fizikailag és szellemileg is, tehát tanul is. Kitűnő jogászok lehetnek belőlük. Evel nem azt mondom, hogy a törvényt a legjobban betartják, sőt éppen ellenkezőleg. Tudják, hogy a paragrafuson azért van a két lyuk, hogy az egyiken be, akkor a másikon ki. Ők ismerik a legjobban a kiskapukat is. De azért, amíg nem sérti az érdekeiket, addig betartják és betartatják a törvényt. Rengeteg jogász és ügyvéd kerül ki belőlük, és az ügyvédekről tudjuk, hogy
az ügyet védik, és nem a törvényt, meg a jogot. A Bakról azt mondják, hogy pessimista, szomorú, magának való. Nem így van. Először is van egy olyan fanyar humoruk, amit nagyon külön lehet értékelni. A Bak törtető típus. Mindenért keményen meg kell dolgoznia, és ezt meg is teszi. Fölvállalja. Mindenért keményen meg is dolgozik. Fontos számára a karrier. De nem úgy, mint az oroszlánnak, hogy ki vagyok én. Nem úgy, mint a Kosnak, hogy addig törtet, még azt vesz észre, hogy ő az első. Nem. Úgyhogy ő neki az a létbiztosság. A jövőjét igyekszik a Bak, az öregkorát, ha tetszik, ilyen módon biztosítani, úgyhogy ha vezető, inkább háttérbe húzódó szürke eminenciásként jelenik meg. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ennyi fért mai műsorunkba. Kívánok Önöknek nagyon kellemes és boldog karácsonyi ünnepeket, valamint azt, hogy az új évben minden kívánságuk teljesüljön. A viszontlátásra!